Sziasztok! Rácz András vagyok, személyedző és táplálkozási tanácsadó. Üdvözöllek a csatornámon. Életmód, táplálkozás, időszakos bőjt, ketogén diéta és egyéb biohack trükkökről szoktam beszélni nektek. Szóval, hogyha érdekelnek ezek a témák és új vagy itt, akkor kérlek iratkozz föl a csatornára. És vágjunk bele a mai témába, ami pedig tömegnövelős ketogén diétám. Egyre többen kérdezitek, hogy hogyan lehet tömeget növelni ketogén diétám. Hát ez az, amit én is csinálok, nem tudom mennyire látszik, nem akarok nagyon menőzni, nem is az a célja a videónak, hogy magamat mutogassam, de a saját példám szerintem az egyik legjobb példa arra, hogy lehet ketogén diétával tömeget növelni. Itt vannak a számok. Az első 3 hónapban 4 kiló jött föl rám, az új ketogén diéta, a tömegnövelős ketogén diéta használatával, mondjuk így. Majd utána szépen lassan lelassult ez a folyamat, most 71 kiló lettem. 6 hónapja csinálom, már 6 hónapja vagyok ezen a ketogén diétán. És 6 kilót hisztam. A 6 kilónak nem tudom pontosan, hogy mennyi része zsír vagy fehérje, nem foglalkoztam ilyen mérésekkel, de azt mondhatom, hogy hát most nincs kockás hasam, nem is ez a cél, sosem volt, de nagyon sok izom is feljött szerencsére. Én úgy gondolom, hogy fele-fele arányba jött izom és zsír. Minden esetre nagyon jól érzem magam, most nem időszakos böjtölök, amúgy 3-szor eszek egy nap, és elmondom, hogy miket csinálok és hogy eszek, és akkor te is meg tudod próbálni ezeket a dolgokat. Hát az első és legfontosabb dolog, amikor tömeget akarsz növelni, hogy fontos odafigyelni az omega-3, omega-6 arányokra, ugye a gyulladás szint csökkenésére. Ugye a gyulladás szint csökkentésére. Most miért fontos ez? Azért, mert aki tömeget növel, az általában súlyzós edzést végez. Hogyha folyamatosan súlyzós edzést végzel, akkor folyamatosan izomlázad lehet, és folyamatosan gyulladásban lesz a szervezeted. Hogyha gyulladásban a szervezet, akkor az a probléma, hogy nem a legjobb, legideálisabb környezetet adja az anabolikus és izomépítő procedúrákra, vagy hormonális állapotra. Mivel az izomépítésnek a legfontosabb szegmense az aktuális hormonális állapot. Ha megfelelő hormonális állapotban vagy, elég magas a tesztoszteron szinted és elég magas a növekedési hormon szinted, akkor nagyon egyszerűen szinte fel fog rád csusszanni az extra izomtömeg. Viszont, hogyha nem foglalkozol a pihenéssel, nem foglalkozol a gyulladás szintek csökkentésével, akkor nem fog bekövetkezni a megfelelő szintű tömegnövelés, hanem elmarad. És akkor fölöslegesen edzel. Fölöslegesen nyomasztod magad a konditerembe, és szenveded el az izomlázat. És hiába gondolod, hogy jól étkezel, az omega-3 itt nagyon fontos, hogyha jó magason kell tartani, ugye minél magasabb, minél jobb arányokkal bír ugye az omega-3, omega-6 ratio, ugye annál kisebb lesz a gyulladás szinted. Itt nyilván egyéb más faktorok is közrejátszanak, nem csak az, hogy milyen omega-6, omega-3 arányod van, de azt tudjuk, hogy a nyugati táplálkozásban 20:1 lehet például, de az ideális az 3:1, 1:1 környéke lenne, tehát napi szinten érdemes lenne halat fogyasztani. És hogyha halat fogyasztasz, akkor nyilván zsírosabb halakat kéne fogyasztani. Tőkehalmájkonzerv az egyik legjobb ilyenkor. És én nem is ajánlom, hogy halolajat használj táplálékkiegészítésre. Méghozzá azért nem, mert nem fogod tudni úgy hasznosítani az omega-3 halolajat, mint hogyha mondjuk tényleg nyers halzsírból vinnéd be ezt. Már előző videóimban említettem, és ide majd ki is rakom, hogy melyik videómban van szó erről, de tényleg nagyon fontos szegmens az, hogy a megfelelő mennyiségű pihenés és regeneráció fontos a testépítéshez. És ugye mik a legjobb stresszkezelési taktikák? Nem akarom promotálni, de sajnos muszáj lesz, hogy én jóga órát tartok amúgy a Peak Gym Goldban, tehát ahol személyedzést tartok, én péntekenként este 7-kor jóga órát is tartok. Na most ezért fontos, mert ez yin yoga. Most a yin yoga az technikailag meditáció. Ha nem adaptálsz be meditációt a testépítéshez, akkor az nem fog olyan jól működni, mint ahogy az kellene. És akármennyire is hangozhat femininnak, vagy bárki gondolhat bármit a meditációról, nem mondom, hogy ez a nőket a jóga jobban megérint, mint a férfiakat, hiszen nézzük csak meg a keleti kultúrákat. A keleti kultúrákban is rengeteg férfi meg nő ugyanúgy használja ezeket a tradicionális technikákat, de
sokkal fontosabbá válnak ezek, mint gondolnánk, méghozzá azért, mert amíg a keleti kultúrákban lehet, hogy alapból kevesebb stresszt élnek meg, hogy éltek meg akkoriban, bocsánat, most már talán nem, addig mi, amíg 8 órát dolgozunk a számítógép előtt az irodába, és utána elmegyünk, lehagyjuk magunkat a konditerembe, olyan mértékű gyulladás szintekkel fogunk rendelkezni, amikkel nem fogunk tudni izmot építeni. Ezért ajánlom, hogy aki tud, persze is Budapesten van, jöjjön el a jogaórámra, és akkor kicsit lelazítunk, lenyújtunk, meditálunk, meg tudjátok, hogy milyen érzés ez, amikor kicsit a szimpatikus idegrendszered leregulálódik, a paraszimpatikus az felregulálódik, és akkor kicsit kiegyenlítődnek a dolgok az életedben. Ne menjünk bele részleteibe ebbe akkor, hanem hát maradjunk a táplálkozásnál még. A táplálkozásnál a hiba, amit nagyon sok embernél látok, hogy nincsen meg a megfelelő minőségű fehérjebevitel. Az időszakos bőtölős csoportok meg a vegán csoportok nagyon rá vannak szállva arra, hogy nem kell megfelelő mennyiségű fehérjét megenni, és a mennyiséggel egyetértek. A mennyiség tényleg nem kell annyi, mint amennyit régen mondtak. Főleg nem csirkemellből, vagy karajból, vagy ilyen száraz húsokból. Itt nem is a mennyiségről van szó, hanem a minőségről. Az, hogy az a fehérje, az biológilag mennyire elérhető számodra. Most ez azért fontos, mert hogyha beleszámoljuk például a zöldségek fehérje tartalmát az összfehérje tartalomba, akkor teszem azt, beleszámoltuk azt a fehérjét, ami biológiailag számunkra nem elérhető. Ha biológiailag számunkra nem elérhető fehérjét teszünk, azt nem fogjuk tudni elérni. Tehát az emberi szervezet számára nem lesz elérhető. És mit is értek az alatt, hogy biológiailag elérhető tápanyagok? Vannak olyan tápanyagok, amik nagyon könnyen elérhetőek az emberi szervezet számára, nagyon könnyen emészhetőek, és egyből felhasználhatóak az emberi szervezet számára. Semmiféle konverzióra nincs szükség. A legbiztosabb példa itt például az A-vitamin esete. Az A-vitamin állati formája az majdnem 95%-osan elérhető az ember számára. Na már most a beta-karotin, vagyis az A-vitamin, ami a répában van, annak a konverziója az ilyen 5-20% körüli, ugye, attól függ, hogy milyen dolgokat eszel mellé. Hogyha zsiradékot eszel mellé, akkor javulni fog. Szóval nem mondhatjuk azt, hogy A-vitamin bevitel megfelelő lesz répa evésével. Lehet, hogy megtanulhatunk fütyülni, de az A-vitaminunk nem lesz magason. És ugyanez a helyzet a fehérjével is. A babokban lévő fehérje. Jó, hát ketogéneztek, ez nem lényeges számotokra, nyilván a baba az nem a legjobban elérhető fehérje. De például a halak már jobban elérhető fehérjék, vagy a tojások, sokkal könnyebben emészhetőek, mint például teszem azt egy vadhús. Egy vadhúsban nehezebb kiemészteni a tápanyagot, főleg, hogyha az 10 órán keresztül van főzve, még hogyha sous-vide technológiával lassan akkor is. De nem akarom túl bonyolítani a kérdést már megint. Én azt mondom, hogy egyik legjobb fehérje forrást, amit sokan kihagynak, az a tojás. Több tojást kéne enni. A tojás azért is jó, mert hogyha mondjuk vegán valaki, az akkor is fogyasztható. Aztán, hogy mondjak egy rossz példát, például a sajtok fehérje tartalmát is beleszámoljuk az összfehérjébe. Ugye a sajtok fehérje tartalmában megint az a baj, hogy kazein, meg olyan fehérjék vannak benne például, amik nem jók elérhetők az emberi szervezet számára. Azt mondják, hogy lassan felszívódó fehérje. Én meg azt mondom, hogy rosszul emészhető fehérje. Hogyha azt mondod valamire, hogy lassan emészthető, vagy lassan emésztődik, és sokáig fejti ki a hatását, én arra azt mondom, hogy lassan nem. Én arra azt mondom, hogy rosszul emészthető. Tehát ne hagyjátok magatokat becsapni. Ha tömeget akartok növelni, akkor ne a zöldségfehérjéket ne számoljátok. Ne számoljátok a sajtoknak a fehérjeit. Ne számoljátok azokat a fehérjéket, amik nem fognak hasznosulni, hanem maradnunk kell a húsnál, maradnunk kell a tojásnál. És ajánlom, hogy próbáljátok ki a karnivór ketogén diéta változatot. Hát én ezzel szedtem föl 6 kilót magamra az elmúlt majdnem fél évben. És egy nagyon érdekes új világ nyílt ki felém a ketogén diéták világában. Persze egyet lehet érteni, vagy nem lehet egyet érteni, de sokkal jobban érzem magam, mint az előző ketogén diétámon. Na hát, remélem segítettem pár információval, hogyha tömeget szeretnél növelni,
izomtömeget nyilván. Persze izomtömeg növeléssel lehet, hogy egy kis zsír is majd felrakódik, ez könnyen orvosolható majd a ketogén diétán, nem kell meg aggódni. Szóval ennyit szántam a mai videóra. Szóval remélem mindenkinek tudtam segíteni, kis választ adni, kis információt adni. Hogyha nem vagy még tagja a Ketogén Receptek Facebook csoportnak, akkor kérlek jelentkezz oda. Lesz majd ketogén találkozó, amit majd Budapesten fogunk létrehozni. És akkor majd ott a kezdőtől a haladó szintig letanítom mindenkinek azt, amit tudnia kell. Szóval remélem majd ott is találkozunk. Majd a Ketogén Receptek Facebook csoportba kiposztolom az helyszínt, időpontot. És mivel sokan kérték, hogy legyen online videó is, élő videó, ezért majd YouTube-on vagy Facebookon lesz ilyen is, de azt is majd előre majd szólok. És kérlek jelezd, hogyha tetszett a videó, vagy hogyha szeretnél élő videót és élőben kérdéseket föltenni, azt is nyugodtan jelezd lentre a komment részre. És ha tetszett a videó, kérlek dobj egy lájkot, és köszönöm, hogy meghallgattad a videót. Béke veletek!